óránkat a Piazza del Popolón kezdjük. A nyárfák tere volt a kapu Róma óvárosához. Évszázadokon keresztül itt hajtották végre a kivégzéseket. Az utolsót 1826-ban. A tér közepén egy 26 méteres egyiptomi obeliszk áll. Ez Róma második legrégebbi obeliszkje, melyet Krisztus előtt a 10. században Augustus hozott Rómába. Innen nem messze található Róma egyik leghíresebb tere, a Piazza de Spagna, amelyet a híres spanyol lépcső köt össze a domb tetején álló Trinidad Monte templommal, mely előtt egy obeliszk áll. A lépcső alján pedig megtaláljuk Pietro Bernini 1626-ban alkotott kútját. A Fontana de Barcaccia vízvezeték nyomása alacsony volt, ezért Bernini nem tudta megoldani, hogy a víz nagy sugarakban törjön elő, így egy süllyedő, kiszolgált, félig a sekély víz alá merült bárkát alkotott. A tér a 17. századtól spanyol felségterületnek számít, hiszen a Szentszék nagykövetének rezidenciája ezen a területen volt található, ezért kapta a lépcső a spanyol lépcső nevet. Rómában számos mesés barokkút található. Mégis talán az egyik leghíresebb a Quirinali negyedben található Trevi kút. Róma kútjai többnyire egy-egy akvadak vagy vízvezeték lezáró részeként épültek. A Trevi kút az Aqua Virgoe, amelyet Krisztus után 19-ben építettek, és a várostól 20 km-re található Solán forrástól szállította a vizet Róma történelmi központjába. A kutat 1732-ben a korhíres építésze Nicola Salvi kezdte építetni, és 1762-ben Giuseppe Panini fejezte be. A kúthoz tartozó szokás szerint, ha a jobb kezeddel a bal vállad fölött egy érmét dobsz a kútba, visszatérsz még Rómába. Ha kettőt, akkor szerelmes leszel, és ha háromat, akkor meg is házasodsz. Éppen ezért naponta több mint 3000 eurónyi pénzt érmét dobnak a kútba, amelyet éjszakánként összegyűjtenek és a rászorulóknak adnak. A kút leghíresebb fosztogatója Roberto Cerce lette, aki 34 éven keresztül sikeresen halászta a pénzérméket a kútból, de 2002-ben elfogták és végleg kitiltották a területről. Vatikánról mondhatjuk, hogy állam a városban, hiszen Vatikánváros a katolikus egyház állama.
és mint ilyen a világ legkisebb független nemzetközileg is elismert országa. Saját vasútállomása, rádió és televízió adója, valamint újságja van, és egyik jelentős jövedelemforrása a turizmus. Itt találjuk a lenyűgöző Szent Péter Bazilikát, amelynek építése 1506-ban kezdődött, és 120 évbe telt, mire elkészült. A római Szent Péter Bazilikában őrzött Pietà nem csak Michelangelo leghíresebb műve, amelyet 1500-ban készített, hanem az egyetlen, amelyet a művész aláírt. Mária ruháját szemügyre véve láthatjuk az aláírást közvetlenül Mária mellkasa alatt. Egy szobor elleni támadás miatt golyóálló üveggel védik a művet. 1972. május 21-én, pünkös napján a magyar származású ausztrál geológus Tóth László kijátszotta az őröket, és sikerült 15 kalapácsütést mérni a szoborra. Közben azt kiabálta, én vagyok Jézus. Tóthot elfogták a rendőrök, és bíróság elé állították. 9 év börtön várt rá, de végül beszámíthatatlannak találták, úgyhogy 2 év kezelés után kitiltották és visszatoloncolták Ausztráliába. Krisztus után 64-ben nagy tűzvész pusztított Rómában. Néró a keresztényeket okolta a tűzért, és később ez vezetett Szent Péter keresztre feszítéséhez. Szent Péter volt az akkori egyház vezetője, és fejjel lefele feszítették keresztre a saját kérésére, mert nem tartotta magát méltónak arra, hogy ugyanúgy végezze, mint Krisztus. Szent Péter, vagy Péter apostol, Krisztus 12 apostolának egyike volt, ő volt a szikla, amire az egyházat építették. Sírjára épült 1506-ban a Szent Péter Bazilika. A bazilika előtti Szent Péter térről közel 100 000 ember láthatja élőben a katolikus egyházfőt. A Vatikán kapuinál szolgálatot teljesítő, színes, középkori hangulatú egyenruhát viselő jó kiállású katonák a híres svájci gárda, akik a Vatikán és egyben a pápa védelmét biztosító katonai alakulat. A Szent Atya személyes védelmét látják el, immár 500 esztendeje. Jelmondatuk, bátorság és hűség. És itt van a világ egyik legizgalmasabb gyűjteményével rendelkező Vatikáni Múzeum is.
Tiberis folyó mellett, a Vatikán közelében áll Hadrianus császár lenyűgöző síremléke, az Angyalvár. Az épület az Angyalvár nevet egy csoda miatt kapta, amely szerint a síremlék fölött megjelenő Mihály arkangyal kardjával jelezte a Rómában tomboló szörnyű pestis járvány végét Gergely pápának. A síremlék történetéhez számtalan erőszakos esemény köthető. Az itt elhelyezett uralkodók és családtagjait, hamvait 410-ben szórták ki az épületből, amikor a nyugati gótok elfoglalták és kifosztották Rómát. Később megépítették a Borgo átjárót, amely a Szent Péter székesegyházat kötötte össze az Angyalvárral. Ezen a folyosón menekült veszély esetén Isten földi helytartója, az egykori mauzóleum biztonságot nyújtó falai közé. Az Angyalvárat a pápák erődként és börtönként használták, ma pedig múzeumként funkcionál. Hadrianus mauzóleumát az úgynevezett Angyalhíd köti össze a Tiberis folyó felett Róma történelmi központjával, amelyet Hadrianus császár építetett Krisztus után 136-ban, hogy a városközpontból eljuthasson a sírhoz. Az örök város egyik legszebb hídját számtalan angyalszobor díszíti, melyek egytől egyik Bernini 1668-as alkotásai. Az Amfiteátrum Fláviumot Krisztus után 72-ben Vespázianus császár kezdte építetni. Fia Titus császár 80-ban egy 100 napon át tartó játéksorozattal adta át, de végső formáját csak 82-ben Dimitrius idején kapta meg, amikor hozzáépítették a negyedik szintet. A három császár, aki után az intézmény az Amfiteátrum Flávium nevet kapta, a Flavius dinasztia tagjai voltak. Az emberek ezen a néven ismerték az építményt a 8. századig, de egy félreértett mondat miatt nevezték később Kolosszeumnak. A híres középkori történetíró Beda Venerabilis mondta ugyanis, hogy amíg a Kolosszeum áll, állni fog Róma. Ha elpusztul, elpusztul Róma és a világ is. Csak hogy a mondat félre lett fordítva, és a benne szereplő Kolosszeusz kifejezés nem a Kolosszeumra, hanem a közelében álló kolosszusra, Néró hatalmas aranyozott szobrára vonatkozott. A római lakosság ezután a kolosszális méretű Néró szobor után nevezte Kolosszeumnak az épületet. Sajnos az 1349-es nagy földrengés súlyos károkat okozott a Kolosszeumban, amelynek következtében a kevésbé stabil hordalék terepen fekvő külső déli oldal összeomlott. A kidőlt kő nagy részét Róma más részein paloták, templomok, kórházak és egyéb épületek építésére használták fel.
Krisztus után 315-ben felszentelt Konstantin Diadilív, a császár 312-ben Maxentius ellen aratott Malvini hídi csata győzelmére emlékezik, melyben megszerezte a római birodalom kizárólagos irányítását nyugaton. A Kolosszeumtól egy rövid sétával a Szentúton a Via Sacrán lépdelve eljutunk Titus császár Diadilívéhez, amelyet öccse és örököse Domitianus állítatott Krisztus után 81-ben. Ez tulajdonképpen a Fórum Románum kapujának számít, és Titus győzelmét hirdeti a zsidó zelóták fölött. A tér Róma és az ókori világ központjaként funkcionált évszázadokon keresztül. A századok koptatta köveken járt valaha Cézár, itt szónokolt Cicero, háborúról és békéről döntöttek, császárokat gyilkoltak. Itt álltak az államiságot jelképező legfontosabb épületek, a gazdagok magánházai és a piacok. Persze ide csődült Cicero által csak Romulus söpredékének nevezett tolvajok, ingyen élők, ügyeskedők városi tömege is. Septimus Servus feltűnő diadalíve, amely a római fórum nyugati végén található, Krisztus után 203-ban a császár, valamint két fia, Caracalla és Geta pártusok ellen aratott győzelmének emlékére épült. És az itt magasodó Palatinus domb volt az a hely, ahol Krisztus előtt 753-ban Romulus megölte Rémust, és megalapította Rómát. Így a római birodalom története itt kezdődött. Szent Bálint, a szerelmesek védőszentjének koponyája, egy üveg erekjei tartóban nyugszik, római Santa Maria in Cosmedin bazilikában. Nem tudjuk pontosan, kié is a koponya, mert világszerte nem kevesebb, mint 10 hely állítja magáról, hogy a szent erekjeit őrzi. De az tény, hogy első Gelasius pápa 496-ban február 14-ét Szent Valentin ünnepévé tette. Maga a bazilika egy ókori római templom helyén áll, amely a Krisztus előtti második századból származik. A ma látható épület nagy része a 8.-12. századból származik, beleértve az oltár alatt található kriptát is. Az igazság szája egy hatalmas kőkorong, amely a templom előcsarnokának falánál van felállítva. Egykor a Cloaca Maxima az ókori Róma legnagyobb szennyvízcsatornájának egyik fedele volt. Egy legenda szerint, ha az ember bedugja a kezét a boccadella verit a szájába, és nem mond igazat, a folyóistenség leharapja azt. Na akkor most kérdezhetnénk, miért nem harapja le senki kezét, amikor manapság turisták sokasága teszi próbára az igazság száját. Mert bizony megsértődött. Erről is van egy legenda, amelyben egy gazdag ember régóta gyanakodott asszonyára, hogy az megcsalja őt. Ezért elvitte a boccadella veritához,
hogy kiderüljön az igazság. A rafinált asszonyka azonban megkérte szeretőjét, hogy az a férje előtt játssza el egy bolond szerepét, aki váratlanul megöleli őt. A szerető így is tett, majd amikor a felesége bátran bedugta a kezét a kinyitott szájba, és kijelentette, hogy a férjén és ezen a szegény bolond férfin kívül senki nem ölelte meg, mint hogy az állítás valóban igaz volt, a kőarc nem harapta le a kezét. Csak hogy a Bocca della Verita megsértődött az átverésen, és soha többé senki kezét nem volt hajlandó leharapni. Róma hét dombja közül az egyik a Kapitóleum, amelynek fontos politikai szerepe volt, innen indultak útnak a hadvezérek, és ide érkeztek meg a győzelmek után. A Kapitólium közelében a Piazza Venezán, vagyis a Velence téren áll az a fehér, márványból készült emlékmű, amelyet az egységes Olaszország első királyának, II. Vittorio Emmanuelnek a tiszteletére építettek. A Palazzo Doria Pamphili egy csodálatos magánmúzeum fantasztikus festmény és szoborgyűjteménnyel. A pápa családok számos palotájának egyike Rómában, ahol megnézhető Innocent pápa portré is. A II. Században Hadrianus császár építtette a Panteont a római istenek tiszteletére. Később viszont keresztény templommá avatták. Itt nyugszik többek között Raffaello, II. Viktor Emmanuel és első Umbarto király is. Manapság a Panteon az egyik legjobb állapotban fennmaradt ókori építmény, melynek tetején egy Oculus néven ismert köralakú lyuk található. A 7,8 méter átmérőjű lyuk célja, hogy természetes fényt és szellőzést biztosítson az épület belsejében, mert ez az egyetlen fényforrás, és a lyuk a kapcsolat a templom és a fenti istenek között. Időnként beesik az eső, de a padlóferde kialakítása és csatorna rendszere elvezeti a vizet. Thank you.
homok macska kolóniával. A Trajanus oszlop ikonsémája Trajanus dácsai háborúit szemlélteti. Az oszlop alsó fele az első dák háborút időszámításunk előtt 101 és 102 között, míg a felső fele a második dák háborút mutatja be időszámításunk előtt 105 és 106 között. A Trajanus oszlop a tetején egy Szent Péter szoborral a fórum romjait fölött tornyosul, amely egykor két könyvtárat és egy hatalmas polgári teret foglalt magába, amelyet Dácsiából származó háborús zsákmányokból fizettek. A mai Dácsiát Romániának hívják. Ha tetszett a videóm, iratkozz fel a csatornára, és tarts velem legközelebb is. Sziasztok!